Nagy szeretettel üdvözlöm a videó tanár nézőit. Ebben a videó összeállításban Hunyadi Jánosról és török ellenes harcairól lesz szó. Először is Hunyadi János felemelkedéséről fogunk beszélni. Luxemburg király, Luxemburg Zsigmond király utóda, lánya Erzsébet királynő és veje Habsburg Arbert volt. Hunyadi János Zsigmond király udvari lovagja volt, jelentős birtokokat kapott Zsigmond királytól a déli országrészeken, főleg Erdélyben, viszont hunyadi birtokai nagyon közel voltak a határhoz, ezért a török nagyon veszélyeztette ezeket a birtokokat. A Szent Korona története Habsburg Albert hamar meghalt, és a várandós felesége Erzsébet pozsonyba menekült. Visegrádról a Szent Koronát Kottaner Jánosné udvarhölgye segítségével ellopta, és fiát 5. László néven rögtön születése után megkoronázta. Hunyadi János viszont a lengyel Ulászlót támogatta a magyar trón megszerzéséért, és Hunyadi János birtokai még Habsburg, Albert és Ulászló uralkodása alatt is egyre bővültek. Hunyadi Jánosnak a birtokait itt láthatjuk a térképen, zöldel jelölve, láthatjuk, hogy azért bőven volt birtoka Hunyadi Jánosnak. Hunyadi első csatái a török ellen. 1442-ben Mezidbék seregével csapott össze Hunyadi, Maros Szent Itt Hunyadi János vereséget szenvedett, viszont Hunyadi nem arról volt híres, hogy beletörődik a vereségben, hanem azonnali visszacsapást tervezett, és követte az elvonuló török sereget. Egyik vitéze, Kamonyai Simon, kihallgatta a török tanácskozást, belopózott a török táborba, és hallotta, hogy a törökök minden áron Hunyadit akarják megölni, mert úgy gondolták, hogy ha Hunyadit megölik, a magyar sereg e, kedvét veszti, és nem lesz kedve harcolni. Ezért Kamonyai Simon e, azt a javaslatot tette Hunyadinak, hogy ő beöltözik Hunyadi páncéljába, hogy azt higgyék a törökök, hogy ő Hunyadi. Így is történt, és a törökök mind e, Kamonyai Simonra mentek, akiről azt hitték, hogy Hunyadi János, meg is ölték őt. Viszont ekkor megjelent Hunyadi a lovas csapat élén, és a törökök elkeseredtek, a magyar vitézek pedig fellelkesedtek, és Hunyadi fényes győzelmet aratott mezitbék seregével szemben, a foglyokat kiszabadította és hatalmas zsákmányra tett szert. Ettől a csatától kezdve Hunyadit török verőként emlegették a törökök, és nagyon sokszor a kis török gyermekeket is hunyadival riazgatták, hogyha rosszul viselkedtek, hogy vigyázz, mert jön hunyadi. Itt látható ezen a képen hunyadi címere, amelynek jellegzetes képe a holló, és benne a gyűrű, a hollónak a csőrében a gyűrű. Ehhez is fűződik egy monda. Még Luxemburg Zsigmond uralkodásának idején Hunyadit ifjú korában elküldte egy gyűrűvel egy hölgyhöz, és amikor Hunyadi megállt pihenni, egy holló elrabolta a gyűrűt tőle, Hunyadi viszont a hollót lelőtte nyilával, és úgy esett le a holló a földre, hogy szájában tartotta a gyűrűt. Ezért a Hunyadi címeren látható a holló csőrében a gyűrűvel. A következő nagy hadjárat a Hunyadinak, az úgynevezett hosszú hadjárat, ami 1443-tól 1444-ig tartott. Hunyadi célja az volt, hogy a törököt kiűzze Európából. A hosszú hadjárat során Hunyadi elfoglalta Szófiát, de a tél miatt a Balkán hegység hágóin nem tudott átkelni. Ha ránézünk a térképre, a piros vonal jelzi nekünk a hosszú hadjárat útvonalát, láthatjuk, hogy Hunyadi teljesen benyomult a török birodalomba, kisebb csatákat nyert is, de a török fősereggel nem találkozott, és a Balkán hegység hágóin a tél miatt nem tudott tovább haladni, ezért kénytelen volt visszafordulni. <kül> Hunyadi tehát kisebb csatákat nyert, a hosszú hadjáratnak a jelentősége az volt, hogy a törököt a török birodalom területén támadta meg, és ez a törököknek is figyelmeztető volt, hogy milyen merész és vakmerő ez a hunyadi János. A következő csata a várnai csata volt. A várnai csata 1444-ben volt. A pápa buzdítására Hunyadi újabb balkáni hadjáratban, hadjáratba kezdett. A magyar sereg élén első ulászló király volt, aki 1440-től 1444-ig uralkodott a magyar trónon. A szultán kedvező békeajánlatot tett, amit Hunyadi el is fogadott volna, de a pápa és a király mindenáron csatát akart. A Várnai csata súlyos vereséggel végződött, a főleg a velencei és genovai hajósok árulása miatt. A Várnai csatában első Ulászló is életét vesztette, így Magyarország újra király nélkül maradt. Hunyadi is nehezen jutott haza a csatából, fogságba is esett. A Várnai vereség okai ö, Főleg a király becsvágya volt. Ha ránézünk a Várnai csata térképére, láthatjuk a magyar sereg felállását és a török sereg felállását. A csata kezdetén a szárnyakon hunyadi és lovassága ö, sikereket ért el, viszont első ulászló ö, magának akarta a dicsőséget, ezért nekirontott középen, a második Murát szultánt védő Janicsároknak. A képen az látható, ahogy első ulászló magyar király nekiront a Janicsároknak, itt életét is vesztette. A várnai vereség másik oka, amint már említettem, a velencei és genovai hajósok árulása. A pápa kérte fel a velencei és genovai hajósokat, hogy itt a tengeren, Akadályozzák meg a török fősereg átkelését Európába. A hajósoknak a törökök többet fizettek, mint amennyit a pápa ígért, így, így nem, hogy megakadályozták a török fősereg átkelését, hanem ők szállították át a török fősereget, így amikor várnához ért a magyar sereg, óriási túlerővel találta magát szembe. Tehát a várnai vereségnek ez volt a két fő oka. Mivel az ország király nélkül maradt, ezért a kiskorú 5. László került a trónra. Viszont ő még nem tudott uralkodni, ezért hét főkapitány irányította az országot. Az országot ekkor belső ellentétek jellemezték, a magyar főurak egymással küzdöttek, főleg hatalmi pozíciókért valamint ott volt a török veszély is. Ezért a hét főkapitány közül, mivel Hunyadi volt a leggazdagabb főúr, kormányzóvá választották. Hunyadit nem koronázták meg, viszont a királyi földbirtokok jövedelmek egy részével rendelkezett, és minden döntése előtt ki kellett kérnie az országtanács véleményét. Kormányzósága idején is indított egy török elleni hadjáratot, saját pénzéből szervezett hadsereget. Ez volt 1448-ban a Rigó mezei csata. Itt Rigó mezőnél viszont Hunyadi vereséget szenvedett. 1452-ben átadta, a, lemondott a kormányzóságról, átadta az uralkodást ötödik Lászlónak, Viszont 5. László nagyon befolyásolható volt, főleg Hunyadi ellenfelei irányították őt, és azt mondták, hogy Hunyadi nagyon becsrevágyó, ezért 5. László kicsit félreállította Hunyadit, de mivel Hunyadinak nagy sikerei voltak a török ellen, ezért Hunyadit főkapitányá nevezte ki. Az oszmán birodalom a 15 században. Az oszmán birodalom élén a szultán állt, aki élet és halál ura volt. A szultánt követte a nagyvezír, azaz a török hadsereg főparancsnoka. A nagyvezír után következtek a vezérek, főhadbírók. A pasa a vilajet vagy tartomány élén állt, a bég, a szandzsák, azaz a részt tartományok vezetője volt. A hadsereget a janicsárok. A janicsárok képzett gyalogos katonák voltak, akiket főleg foggyulájtett keresztény gyerekekből képze, képeztek ki. A hadsereg fontos része volt a spáhi, a válogatott lovashattest, valamint az akindzsik, a portyázó lovasok és a topcsikok, azaz a tüzérek. 1453-ban a török elfoglalta Konstantinápolyt, Európa kulcsát. Ezzel a bizánci birodalom megszűnt. Második Mehmet szultán, a hódítónak is nevezett szultán célja Nándorfehérvár elfoglalása volt. Nándorfehérvárat ekkor Magyarország kulcsának nevezték, hiszen a déli végvárrendszer közepén helyezkedett el Nándorfehérvár, és ez volt a déli végvárrendszer fővára. A pápa, Harmadik Kallixtus a török támadás hírére keresztes háborút hirdetett meg Magyarországon a török ellen. Viszont az európai uralkodók nem mozgósították magukat, nem küldtek katonákat. Ezért Kapisztrán Szent János a Ferences vándorszónokot küldte Magyarországra harmadik Kallixtus pápa, hogy toborozzon hadsereget. A harmadik Kallixtus pápa bevezette a déli harangszót a török vész ellen. Amikor megszólalt a harang, minden európai embernek délben, figyelmeztette őket a harang, hogy imádkozzanak azért, hogy Európa megmeneküljön a török vész ellen. Ez a déli harangszó a győztes Nándorfehérvári csata után már a Nándorfehérvári csata diadalának emlékére szól a mai napon. A Nándorfehérvári diadal 1456-ban volt. Második megmed, Szó 80 80.000 fős sereggel érkezett Nándor alá. A várat Szilágyi Mihály védte 7.000 fős seregével. Hunyadi János kicsit későn érkezett Budáról 10.000 fős seregével, és Kapisztrán János Ferences szerzetesnek is 10.000 fős sereget sikerült toboroznia, bár ez a 10.000 főleg parasztokból, egyszerű emberekből állt, akik a fegyverekkel sem voltak jól felszerelve, kaszákkal, kapákkal, vasvillákkal voltak felszerelve. Ezekből az adatokból nagyon jól láthatjuk, hogy 1456-ban a Nándorfehérvári Ostromnál a törökök hatalmas túlerőben voltak. Viszont a Nándorfehérvárnál a magyarok hősiesen helytáltak, és ez a kép is arról tanúskodik, hogy milyen hősiesen küzdöttek a magyarok. Itt azt láthatjuk, amint Dugovics Titus, az egyik törököt, aki pont készül kifüggeszteni a török lófarkal zászlót Nándorfehérvár egyik tornyára, magával rántotta a mélybe. Nándorfehérvárnál tehát nyertek a magyarok, méghozzá a következő képen. a törökök ö, folyamatosan ágyúzták Nándorfehérvárat, és lezárták a Dunát, valamint a Szávát is, hogy ne jusson be erősítés. Hunyadi viszont áttörte ezt a hajózárat, bejutott a várba. Kapisztrának a paras cserege, a vár mellett gyülekezett és várta az alkalmas időpontot a támadásra. Az egyik nagy török roham után egy kis csapat kitört a várból Hunyadi parancsának ellenére, és Hunyadi úgy látta a várból, hogy elérkezett az alkalom arra, hogy most ők is kitörjenek, ezért katonáival kitört, a török ágyúkat megfordította és a török ágyúkkal lőtte a török sereget. Ezt a keresztesek is észrevették, átkeltek a száván, és oldalról megtámadták a török sereget, így második Mehmed török seregével kénytelen volt elhagyni Nándorfehérvárat. Az egész keresztény világ a Nándorfehérvári diadalt és Hunyadi Jánost ünnepelte. A török 70 évig nem tudta elfoglalni ezután Magyarországot. Viszont egy szomorú esemény is történt a Nándorfehérvár győzelem után. A magyarok táborába pestis járvány tört ki, és ennek a pestisnek lett áldozata Hunyadi János is, és később majd Kapisztrán János is pestis járványban halt meg. Hunyadi János harcias, fegyverforgatásra, hadak vezetésére termett, személy volt. Nem riasztotta őt vissza soha az ellenség túlereje, a túlerőt vitésséggel, gyorsasággal, meglepő hadmozdulattal mindig le tudta győzni. Jó hadvezér volt, naponta edzett, és leült vitézeivel beszélgetni kikérte vitézei véleményét. Katonái nagyon szerették őt, mert nagyon hősies, bátor, harcos volt. Hunyadi János volt az ország legnagyobb fölbirtokosa ebben az időben, 4 millió hold földje volt, 18 vár, 50 mezőváros és 1000 falu tartozott az irányítása alá. Jövedelmének nagy részét a török elleni harcokra fordította, úgy, hogy zsoldos katonákat fogadott. Hunyadi Jánosról és törökfelő harcairól hallhattunk ebben a videóösszeállításban, Láthattuk, hogy Hunyadi János egész életét arra tette föl, hogy Magyarországot megmentse a töröktől. Hunyadi János a magyar történelem egyik legnagyobb alakja volt. Köszönöm a figyelmet!